az első része, ez van itt rajta, ezt le kell bontjuk, az összes kávét le kell csipkedni, a kávét kölrakjuk. Egy működésképtelen mikrohullámú sütőt bont szét Nagy Tibor a Szekszárdi Önkormányzat többségi tulajdonában álló KT Dinamik Kft. Telephelyén. A megváltozott munkaképességű férfi 4 éve dolgozik itt. Rajta kívül a cég még több mint 80 sorstársát foglalkoztatja. Fő tevékenység az elektronikai hulladékgyűjtés kezelés. Ezen kívül itt benne szereldével munkaruházati munkavédelmi bolt üzemeltetésű, aminek egy javarészét mi látjuk el a varrodánkból az anyaggal. A külső munkáink nagy része az portaszolgálat, zöldfelületkezelés, takarítás. A cég tehát több lábon áll, sokféle tevékenységet végeznek, még sincs könnyű helyzetben a vállalkozás, mivel a megrendelőik tisztában vannak azzal, hogy az állam normatív támogatással segíti a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozásokat, ezért csak jóval a piaci ár alatt hajlandóak szerződést kötni a szekszárdi céggel. Nekünk abban szerencsés helyzetünk van, hogy nagyon sokan jelentkeznek nálunk munkára, tehát így nincsen problémánk. Problémát jelent az, hogy most az évi pályázatunkból elég sok embert, pontosan 10%-ot lehúztak az elbíráláskor. Nem tudom, hogy miért. Tehát ennyivel kevesebb létszámot kaptunk, ezzel kell majd tervezni. A munkáink megvannak, tehát ezt valahogy meg kell majd oldanunk. És nem csak ennél a cégnél állnak sorba a munkavállalók állásért. Az Eurostat és a KSH felmérése is alátámasztja, hogy azok, akik valamilyen tartós, legalább 6 hónapja fennálló egészségi vagy mentális problémával küzdenek, nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni Magyarországon, mert kevés a nekik való munkalehetőség. Ez a táblázat azt mutatja, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája mekkora a teljes munkakorú népességhez viszonyítva. Jól látszik, hogy a lila színnel jelölt uniós átlag 60% körüli, Magyarország pedig csak Bulgáriát megelőzve 38% körül teljesít ezen a téren. Ez nagyjából azt jelenti, hogy Magyarországon csak minden 5. megváltozott munkaképességű aktív korú ember tud tartósan munkát vállalni.